Egy azon estén három ősbemutatót láthatott ezúttal is az Újvidéki Színház közönsége. A műsorrend szerint a közönség harmadszorra a Terék Anna szövegéből készült előadásnak tapsolhatott, amely harmadik díjas is lett. Puskás Zoltán rendezte, aki viszont elnyerte a legjobb rendezőnek járó elismerést. Hát én nem számítottam ilyen jó fogadtatásra. Tulajdonképpen fantasztikus volt együtt dolgozni ezekkel az emberekkel. Olyan szinten jól egymásra hangolódtunk, olyan szinten számomra a darab, a megírt szöveg motiváló volt. Kokán Mladenovics rendezése harmadik díjas lett, míg a darabírója, Danyi Zoltán a legjobb szerzőnek járó díjat érdemelte ki. A szöveg az a színházban csak egy kellék a többi mellett, és ezzel kezdtem a tegnap esti olvasópróbát, hogy használják a szöveget a kedvük és ízlésük és hangulatuk szerint. Ez azt jelenti, hogy ők tényleg ezt is tették. A Lőkös Ildikó, Gerold László és Antal Szilárd összetételő szakzsűri értékelése szerint Ferenc Judit darabja, melyet másodikként mutattak be, második helyezést érdemelt ki, és szintén második lett Gemza Péter a darab rendezője is. Voltak érdekes szövegek, volt olyan, amiben látszik, hogy nagyon jó színpadi érzéke van, nagyon jó helyzeteket ír, de egy történet nincs olyan jól kitalálva, másiknál történet van, de nincs olyan jól megírva. De mindenképp, szerintem ebből mindenki nagyon sokat tanul. És az nekem meg külön élmény volt, hogy a közönséget ez ennyire érdekli, és ilyen sikeres. A legjobb női szereplő díját Krizsán Szilvia érdemelte ki, a legjobb férfi szereplő pedig Nenad Pecsinár lett. Pámer Csilla a legjobb női, míg Pálfi Ervin a legjobb férfi epizód szerepért kapott díjat. A közönség szavazatai alapján kiosztották a múlt évad legjobb színészi díjait is. Ismét Ella Remina és Balázs Áron kapta a legtöbb szavazatot, a legjobb epizodistáknak pedig Szilágyi Ágotát és Hajdú Tamást minősítették a nézők.